Varga Dániel vagyok, és ez pedig az edzésnapló. Az előző adásban elkezdtünk egy új sorozatot, aminek az volt a lényege, hogy miért nem izmosodunk. Ez egy nagyon egyszerű történet, igazából, hogyha azt nézzük, hogy ha konstans az edzésünk, vagy konstans inkább mondjuk azt, hogy a kajánk, a pihenésünk, mi egymás, akkor nyilván egyetlen dologban tudunk hibát elkövetni, ez pedig az edzés. Az edzésnek több hibája is lehet, ezt a múlt adásban már elkezdtem taglalni, és az alapfogalmakat, illetve az alaptényezőket, azokat elmondtam, ami után el lehet kezdeni gondolkozni, hogy miért is nem izmosodunk. És ugyebár jön egy olyan jelentős része az edzésnek, hogy fel kell sorolnunk, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket talán elkövethetünk, hogyha már tudjuk az alaptényezőket. Nem sorrendben fogom elmondani, nem úgy fogom elmondani, hogy a legrosszabbtól a legjobbig, mert szerintem bármelyiket is elkövetjük, mindegyik egy olyan hiba, amit korrigálnunk kell, és hogyha nem egy, ahogy az előző adásban mondtam, és egy Haribo gumibéka szintjén áll az agyunk, akkor el tudunk kezdeni gondolkozni, és ki tudjuk szűrni azokat a problémákat, vagy azokat a hibákat, amiket említek. Az első hiba a gyakorlatok tudatlan másolása. Ezt miért mondom? Gyakorlatokat lemásolhatjuk. Ugyebár, hogy elmenjünk egy edzésre, mondjuk legyen egy mell edzésünk, és a mell edzésnél nagyon sok gyakorlatot szoktunk csinálni, ami alapból hiba, de nézzük meg azt, hogyha valaki tényleg egy mell edzésen fogja magát, és elkezd igazából saját maga által választott gyakorlatokat végezni, akkor általában a legnagyobb hiba, hogy saját magunk, illetve az ismétlés tartományokat ugyebár ismételjük. Mivel nincs is baj, de amikor a mozgástartományokat gyakorlatokon túl gyakorlatról gyakorlatra ismételed, az már problémát szokott jelenteni. Általában a legnagyobb hiba ezekből, hogyha fogjuk és nem tudatosan kezdjük el ugyanazokat a gyakorlatokat csinálni, adott esetben legyen egy fekvenyomás, de az ami egy szimpla fekvenyomás, normál fogással, utána átmegyünk egy gépre, ami szintén ugyanezt a normál gyakorlatot, ezt a normál fekvenyomást ismétli, de mondhatnám azt, hogy pozitív fekvenyomást csinálunk, utána átmegyünk egy gépre, ami szintén pozitív fekvenyomást csinál, aztán utána átmegyünk egy másik gépre, ami fölfelé nyom, igazából az is pozitív nyomás, tehát innentől kezdve ugyanazt a mozgási tartományt fogjuk végezni minden egyes kibaszott gyakorlattal. Hiába fogsz te elvégezni 3, 4, 5 gyakorlatot, a mindegyiknél ugyanaz a mozgási tartomány. Én nem hiszek abban, amit annó már említettem, hogy az izmokat különböző részre szét tudod osztani minden egyes gyakorlatnál, mert a megfelelő súlyt, amit választasz, akkor a teljes térfogata fog dolgozni az izmodnak. Ez pedig azért lényeges, tehát ez majd egy későbbi probléma is lesz, de már így próbálok előrevetíteni a következőkre is. De visszatérve, hogy lássátok, hogyha fogok egy igazán nagy súlyt, amivel pozitív nyomást csinálok, sima padon, és mondjuk választom a szabad súlyt, aminél a legnagyobb egyensúlyt kell tartanom a gyakorlatba, a legtöbb izmot kell beleraknom, a legnagyobb stabilitást kell beleraknom a gyakorlatba, akkor onnantól kezdve, hogyha én még átmegyek egy ugyanúgy egy pozitív nyomásra, de gépen, akkor igazából nem sok mindent változtattam, mert ugyanazt a mozgási metódust fogom végigvinni a gyakorlaton, és ugyanazok a kis Haribo gumibékák tudunk maradni, akik addig is voltunk, és nagyon csodálkozhatunk azon, hogy miért nincsen fejlődése a szervezetünkbe, miért nincsen fejlődés a mellünkbe. Egyetlen egy dolgot soha, de soha ne felejtsünk, hogy akkor, amikor ismételjük a saját mozdulatainkat, és ugyebár megbeszéltük már az előző adásban, hogy a
gyakorlatok azok nem szimplán gyakorlatok, és nem a gyakorlatok különbsége adja meg a gyakorlatokat, hanem a mozgások építik föl, vagy a mozzanatok építik föl az ismétléseinket, az ismétlések építik fel a sorozatokat, a sorozatok pedig a gyakorlatok. Tehát mindennek az alapja a mozdulat. És a mozdulatok, a mozzanatok igazából azok a részek, amik meg fogják határozni neked az edzésedet. Szóval az első és nagyon jó tanács, hogy soha, de soha ne próbáld meg azt, hogy ugyanazt a gyakorlatot végzed mondjuk gépen, aztán kábelen, aztán szabad súllyal, vagy éppen fordítva, ami neked tetszik, mert nincs értelme. Nem fog izmosodás létrejönni a szervezetedbe, maximum azt fogod elérni, hogy mondjuk, hogyha van egy kis eszed és szabad súllyal kezdesz, akkor a szabad súlyos gyakorlatnál, akkor amikor elkezdted, már annyira fáradt leszel, hogy utána mondjuk egy gépi nyomásnál, egy gépi pozitív nyomásnál, és maradjunk a példánknál, egy gépi pozitív nyomásnál már nem fogsz tudni akkora munkát kifejteni, akkora effortot kifejteni, akkora eredményt kifejteni majd később, mert ugyebár minden egyes mozdulat az egy ellenállástól függ, és az ellenállás nyilván egy alkalmazkodást fog igénybe venni, ahogy az előző adásban ezt is megbeszéltük. Szóval tényleg az első jó tanács, válasz meg a gyakorlataidat, és szeparáld szét az edzésedet, nézd meg azt, hogy milyen gyakorlatokat választottál, és ülj le, és nézd meg, hogy melyik gyakorlatok azok, amik megfelelőek. Melyik gyakorlatok azok, amik nem ismétlődnek, nincsen ismétlődés a mozdulatban, és ez lesz a legfontosabb. Szóval első tanács. Remélem ezáltal már, hogy egy kicsit tovább átnézitek a saját edzésterveiteket, ezáltal már jobbá tudtam tenni. De haladjunk tovább, természetesen itt nincs megállás, mert az edukálás az nagyon fontos, és ez természetesen a ti edukálásotok. Most pedig az én testemnek az edukálása jön, úgyhogy megyek edzeni. Egy mellnap. Csupán az volt a
veled gyönyörködhessem. Nem baj, ha nem hiszed bennem, nem baj, ha irigyek vagytok, de ne nyomjátok el bennem a céljaimat, mert abba belehalok. Nem baj, ha nem hiszed bennem, nem baj, ha irigyek vagytok, de ne nyomjátok el bennem a céljaimat, mert abba belehalok. Eldöntöttem az előző adásban azt, hogy minden egyes edzés hibáról adott esetben mondhatnánk azt is, hogy miért basszuk el az időnket a semmire, és talán ez a legfájóbb. Szóval ebből a sorozatból, amit elkezdtem, megfogadtam, hogy minden egyes adásban csak egyetlen egy problémáról fogok beszélni, ugyebár ma már beszéltünk egy problémáról, de én előhoztam a saját problémámat, pontosabban a saját edzésemmel indukáltam a saját problémámat, ami azt jelenti, hogy ha megnézitek a saját edzésemet most per pillanat, adott esetben legyen az a fekvenyomás egykaros súlyzókkal, tök szépen megy föl a tárogatás, tehát az első gyakorlatnak a teljesítménye edzésről edzésre, viszont megfigyelhető az, hogy az utána lévő fekvenyomás, adott esetben egykaros fekvenyomás, mind a pozitív padon, mind pedig a szimpla padon, mindegyik stagnál, vagy éppenséggel mondhatni azt, hogyha megnézitek akár a legelső adást, éppenséggel még azt is lehet mondani, hogy lefele tartok, és egyre szarabb és szarabb a teljesítményem, és ezt máshogy nem lehet mondani. És itt jön el a második dolog, ami nagyon fontos az edzéseinkben, hogy nézzük vissza hónapokra az edzéseinket, nézzük vissza ciklusokra az edzéseinket, nézzük vissza ciklusról ciklusra az edzéseinket, hogy össze tudjuk hasonlítani azzal, ami volt. És meg tudjuk-e állapítani azt, hogy tudtunk-e izmosodni ezen idő alatt, vagy sem. És ha nem, akkor legyen erről egy tervünk. És itt jön a második pont, hogy mindig legyen terved. Mindig nézz vissza, és mindig legyen terved. És talán ez az teljesen komplex kérdés, hogy le kell elemezned a régi edzésedet, le kell elemezned a mostani edzésedet, és egymással szembe kell fordítanod, hogy tudtam erősödni ezen idő alatt, vagy nem tudtam erősödni ezen idő alatt. Tudtam-e fejlődni ezen idő alatt, vagy nem tudtam fejlődni ezen idő alatt. És ez a legfontosabb szintén, hogy ezt az emberek nem csinálják meg, csak edzenek. Mindenki úgy edz, amely a kedvencem, ilyen érzésre edzünk, tehát ez a összekeverés elve régen így hívták. Hát ami magyarul mondva, amikor valaki bemegy egy terembe, és amihez éppen van kedve, és amit a teste mond, de az agyad, nem a tested, Jézusom. Szóval, amihez éppen van kedve valakinek, azt fogja leedzeni. Ezt még Arnoldék idejében, ahogy az előbb is említettem, folyamatos összekeverés elvének hívták, bár én ennek nem látom tartalmát, nem látom előre menetelét, mert pont ezért, és itt van a nagy hibája, itt van a legnagyobb hibája, hogy nem tudod összehasonlítani azt, hogy mit edzettél. Ha már egy gyakorlatoknak a sorrendjét megcseréled, már nem tudod leellenőrizni, hogy te megfelelően izmosodtál vagy nem. Már nem tudod összehasonlítani. Mert hogyha a mellezésnél az első gyakorlatod egy tárogatás, mint nekem, és úgy rakod be utána a fekvenyomást, de mondjuk egy hónap múlva, vagy azért már a következő edzése már ahhoz van kedved, előbb rakod be a fekvenyomást, mert a hiúságod, a férfiú hiúságod, legyél nő vagy férfi éppenséggel, tehát a hiúságod azt mondja, hogy te sokkal nagyobb súlyjal akarsz nyomni, mint a múlt edzésen, akkor viszont hirtelen előjön az, hogy hú, de jó, te előre rakod, viszont így már nem tudod összehasonlítani, mert már nem ugyanabban a sorrendben történt a gyakorlatoknak a felosztása, nem ugyanabban a sorrendben történt idézőjelben, vagy nem ugyanazzal a fáradtsági szinttel léptél be a gyakorlatodba, és így az összehasonlítási indexed, és elnézés, hogy már ilyeneket mondok, de az összehasonlítás indexed az nem megfelelő, és nem tudod egymáshoz visszaintani. Ez ugyanolyan, hogy ha reggelenként felkelsz, és friss vagy, sokkal jobban fel tudod dolgozni azokat a munkákat, azokat a problémákat, amik először szembe jönnek veled. Ha este
8-kor jönnek szembe veled ugyanazok a problémák, már nem biztos, hogy fel tudsz úgy lépni ellenük, már nem biztos, hogy meg tudod úgy oldani őket, és már nem biztos, hogy mondjuk egy este normálisan tudsz tőle aludni. Szóval itt a problémája az edzésnek, és ugye vissza akarom forgatni, nem mindegy a sorrend, mert sem a regeneráció nem lesz ugyanaz, sem nem lesz az erőszinted ugyanaz, se nem tudod összehasonlítani az előző edzéseddel, a 3 hónappal ezelőtti edzéseddel, és így nem tudsz konklúziót levonni abból, hogy neked változtatnod kell, vagy sem. Ide egy hatalmas pont. Szóval szerintem ezért nem erősödünk. Második. Köszönöm, hogy velem voltatok. Ha tetszett az adás, akkor osszátok meg a barátaitokkal, ha pedig nem tetszett, akkor pedig az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. Ne feledjétek, ha szeretnétek támogatni, a Patreon oldalon tudtok támogatni, azért, hogy tudjak egy új kamerát venni, mert igazából azt a pénzt azt arra fogom gyűjteni. Nyugodtan használjátok fel az Inzino kódomat, és amit a műsor végén láttok, az 30% engedményre jogosít fel titeket. És természetesen, hogyha az MPK-hoz mentek és onnan rendeltek húst, akkor pedig 5% kedvezményt kaptok az én kódommal. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Erről az edzéshibáról csak a következő adásban akartam volna beszélni, ugyanis eldöntöttem magamnak azt, hogy minden egyes adásban egyetlen egy edzéshibát, illetve az, hogy miért nem izmosodunk, illetve a legnagyobb hibáinkat úgy fogom taglalni, majd minden adásban egy. Jó, azt kezdjük előről, oké? Nem baj, ha irigyek vagytok.
ne nyomjátok ebben.